Bármennyire is új évtized vette kezdetét, a zenei világ folyamatos átalakulás alatt van, és bármennyire is belopta magát a könnyű műfaj a hagyományos fúvózene világába, egy magára valamit adó zenekar minden erejével őrzi a hagyományokat. A szexhárd ifjúsági fúvózenekar pedig ad magára. Így hát az évtizednyitó nagy koncertjük egyszerre hozta a kötelező elemeket, és mutatott irányt a jövő felé. Kovács Zsolt Karnagy engedett a nyomásnak, több rock és filmzenei klasszikust is becsempészett a repertoárba, felmutatva ezzel azt a széles skálán mozgó zenei tudást, melyet az évek alatt felépített tanítványaival. Most azonban korszakváltás következik, nem is az első a Karnagy életében. Az elmúlt évtized, ugye ez egy mozgalmas évtized volt számunkra, akkor volt a 30 éves évfordulónk, csináltunk két minősítőt, egy országosat, egy nemzetközit, volt Bautzeni útunk, volt Bittigheim útunk, tehát nagyjából befutottuk azt a kört, amit, hogyha valaki belép az ifjúsági fúvózenekarba, akkor nagyjából részt vehet két minősítőn, két vagy esetleg több külföldi úton. Tehát egy ilyen 10 éves ciklusokban tudunk gondolkodni, és hát ebben az elmúlt 10 évben bizony volt minden. Hál' Istennek inkább jó dolgok, mint kevésbé jó dolgok. A hangszerparkunk megújult, úgy mondhatjuk, hogy a tárgyi környezetünk az most már szinte ideális. Nem is reméltük volna, hogy ilyen hangszereken tudunk majd muzsikálni. És hát zeneileg is rengeteget fejlődött a zenekar, és hát a jövőt meg egy kicsit érdeklődve várom én is, ugyanis elindult a zeneiskolában is egy generációváltás, már jó pár fúvós tanár kicserélődött, jöttek új kollégák, és hát a most úgy néz ki, hogy az erózió megindult a rezes oldalon is, hisz én vagyok a részfúvós tanszak Benjaminja, a magam 56 évével, de a másik kollégám is most már lassan befejezi a tanári pályafutását, úgy néz ki, úgyhogy itt is várható újítás. Egy fiatalember már itt is játszott a zenekarba, ki várhatólag márciusban már bekapcsolódik a munkába. Szóval a fiatalítás évtizede következik a zenekaron belül is. Újra és újra meg kell tanítani a gyerekeket a közös zenélés nehézségeire és örömeire. Mostanában néha ér is engem kritika, meg ilyesmi, hogy már Zsolti bácsi kicsit lassabb fordulatszámon mozog, meg ilyesmi. Valamennyire ez azt hiszem érthető, aki 50 év fölött nem osztja be az erejét, az nem biztos, hogy túl sokáig szalad. Igen, csempészünk be más zenéket is, filmzenéket, erre nagyon nagy igény van, a közönség nagyon vevő erre. Nekem az egyik kedvencem, hogy most már jó minőségben dolgoznak föl hazai slágereket, tehát nem csak a külföldi slágerekre vagyunk ráutalva, de én azért nem adnám föl Zempléni Lászlót, Balázs Árpádot, Hidas Frigyest, ezeket a magyar szerzőket, mert ezek vagyunk mi. Tehát ezeket a filmzenéket bárki játssza a világba, bárki nagyon jól játssza a világba, ezeket a zenéket viszont csak mi játsszuk, és azt hiszem elég jó muzsikák is. A zenei nevelés, ugye régen erre nagyon adtak, hogy a közönséget nevelni kell, most már ez egy kicsit föllazult, és azt hiszem ott van az igazság valahol, hogy jó zenét jól kell adni. Tehát nincs az, hogy most csak ez, csak az, csak amaz, mindent lehet, de jó legyen. Úgy gondolom, hogy az Abba együttes, az nem kérdéshez, hogy jó zene, ezek a filmzenék is, amiket játszottunk, nem kérdés, hogy jó zenék. Az a lényeg, hogy jól tudjuk őket előadni, és akkor a közönség is ezáltal azért fejlődik. A
Aki egy picit jártasan megy a zene világában, nem ismeretlen számára a Tolnai Ifjúsági Fúvózenekar és a Band of Street zenekar. Hogy kerülnek ők ide? Nos, Tali Gergőn keresztül, aki erre a koncertre bejut a szaxofonosok közé. Úgy kerültem ide, hogy ugye 2 évet én dolgoztam a Szexuális Zeneiskolában, úgyhogy ismerem a Zsoltot is személyesen, meg hát kollégák voltunk, és akkor az ő felkérésére kerültem ide. Ez nekem is egy nagyon jó tapasztalat egyébként, más-más zenekarokat hallani kívülről, belülről, úgyhogy én nagyon szívesen teszek eleget az ilyen felkéréseknek. Igazából a műsor struktúráját szoktam ilyenkor figyelni, meg hát amit általában mondjuk egy fúvózenekari versenyen figyelnek, hogy milyen az intonáció, a ritmika, hogyan tudnak együtt dolgozni a zenészek, és akkor hát nyilván leszűröm a tanulságokat, meg próbálom én is fejleszteni magam ezáltal, hogy a Tolnai zenekarban ezt kamatoztatni tudjam. Nem titok, megfordult már mindkét mester fejében a közös zenélés lehetőségének gondolata, ami igazi csemege lesz a műfajt szeretők számára. A szexádi csapat körül jelentős holdudvar van, akik segítik a mindennapi tevékenységet. A szülei munkaközösség az mindig nagyon stabil volt, most az is egy kicsit átalakulóban van, hisz ez a zenekar is most így, ahogy itt ülünk, azt hiszem utoljára volt együtt, itt is már toporzékolnak a fiatal tagok, az idősebbek meg már a batyujukat kötik lassan, tehát megint átesünk egy olyan generációváltáson, ami már 6-szor megtörtént a zenekarban, ez így. Természetes, kölcsönhatásban vagyunk a kollégákkal, a gyerekekkel, a közönséggel, a környezettel. Az ember nem tudja ezt meg letagadni, tehát muszáj valahogy ezt észrevenni és figyelembe venni. Az új ciklus új kihívásokat hoz majd, amire az évek tapasztalatai és a szakmai rutin már felkészítette a gyerekek Zsolti bácsiját. Ő megmosolyog és belevág újra, hogy 10 év után elengedhesse a következő muzsikus generációt is. Thank you.